Talán 10 perccel ezelőtt jöttünk ki a Szegedi Járásbíróság épületéből, ahol Szegedi Csabát előzetes letartóztatásba helyezték. Pokoli hosszú tárgyalás volt. Csaba és védői hosszan, részletesen elmondták, hogy miért nem áll meg az előzetes behelyezésnek egyetlen feltételesen. Be kell valljam, hogy nagyon sokan ott a folyósókon a hosszú tárgyalás miatt abban reménykedtek, hogy érdemben megfontolja a bíró a védők és Csaba érveit. Mint utólag kiderült, nem így történt. Csaba egy mondatot mondott, amikor kilépett a tárgyalóteremből, úgy szólt, vége van a jogállamnak. Őszintén szólva, én is így gondolom. Ez az ügy az első perctől kezdve politikai motiváltság alatt van, és tele van politikai koncepciós elemmel talán még utalnom sem kell, hogy egy órával ezelőtt tartott a Fidesz sajtótájékoztatót, ahol újra képtelenségek sokaságát mondja el az MSP és a DK pénztárosának titulálva Ceglédit. Honnan a csodából vesznek elő ilyen sületlenségeket, megalapozaton hazugságokat? És akkor még ők vannak felháborodva, amikor azt mondjuk, hogy igen, kérem szépen, ez politika. Politika, amikor arra akarják rávenni Ceglédit, hogy hamis tanúvallomást tegyen ellenem. Ha velem akarnak megküzdeni, akkor küzdenek meg velem. Nem kell nekem ahhoz ceglédi. És higgyék el, ceglédi nem fog megtörni. Meg mi sem fogunk megtörni. Meg fogunk velük küzdeni bármi áron. Nyilván a következő állomás április 8-a. Azt meg mindőknek mondom. Ha nem állunk ki egymásért, akkor amikor majd mi leszünk bajban, akkor értünk sem fognak kiállni. Ezért minden demokratának az a kötelessége, hogy ne engedje meg hogy ez történjen ebben a hazában, ez történjen Ceglédivel, ez történhessen mi velünk. Küzdjetek!